És nagyon köszönöm, hogy a hivatalos Mária helyett Grétinek szólíthatlak. Olvastam valahol, hogy 1963-ban találkoztál először a kibernetika kifejezéssel, és már akkor nagyon megtetszett neked. Mit jelentett akkor ez neked, és miért tetszett? Mindenek előtt köszönöm, hogy ilyen közvetlenül beszélgetünk egymással. Valóban ez az 1963-as, jó néhány évtizeddel ezelőtt történt ismerettségem a kibernetika szóval magával, és egyáltalán, hogy mi van mögötte, ez valóban egy nagy izgalom volt számomra. Akkor olvastam először arról, hogy megjelentek már az első számítógépek, hatalmasak, óriások, és már ott érdeklődtem iránta. Aztán olvastam, amit tudtam, de hát kevés információ volt, és érettségi előtt, ugye, egyetemre akartam jönni, úgyhogy nem igazán tudtam, hogy milyen szakra jelentkezzek. Végül is nemzetközi szakra jelentkeztem. A Közgazdaságtudományi Egyetemre, a Corvinus, és hát felvételi volt, nagyon szigorú felvételi volt annak idején, matematikából is, és Szép Jenő professzor volt éppen a bizottságban, és a matematika felvételinél egy bizonyítási feladatot kaptam, amit megoldottam. És Szép Jenő professzor úrnak annyira tetszett a megoldásom, hogy megkérdezte, nincs-e kedvem a nemzetközi szak helyett esetleg egy olyan szakra menni, ami a kibernetikával kapcsolatos. Hát persze én nagyon megörültem ennek, mert ez is nagyon érdekelt volna, de akkor nem volt tudomásom valójában arról a szakról, ami egy évvel előbb indult a Közgazdaságtudományi Egyetemen, ez a termmatematika szak volt. Felvételt nyertem rá, és hát így indult nekem igazán az informatikai, hát akkor számítástechnikai pályám. Egy picit ugorjunk vissza. 1945-ben születtél Győrött. Milyen emlékeid vannak a gyerekkorodról? Valami a gyerekkorodban még a háború közelsége nehezített? Vagy hogy emlékszel? Az az igazság, hogy én a gyerekkoromra nagyon pozitívan emlékszem, bár tudom, és láttam, hogy az édesanyám, szüleim nagyon sokat küzdöttek azért, hogy az öcsémmel együtt valamilyen jó életet biztosítsanak nekünk. Említetted, hogy a Marszkáli Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztél. Akkor ott a képzésben milyen számítástechnikai képzés lehetőségeket kaptál? Volt-e akkor már az egyetemnek valamilyen számítógépre vonatkozó oktatása? Igen, volt, de hát mai szemmel és a mai ismereteink alapján ez a bizonyos számítástechnikai, mai értelemben informatikai oktatását borzasztó gyerekcipőben járt. Az egyetemnek volt egy Ural 2 számítógépe lent az alaksorban, az egész épület renget mozgott, amikor azt bekapcsolták, és dolgozott, és működött hatalmas elektroncsöveivel, és érdekes volt, gépi kódú programozást tanultunk, 8-as számrendszerben írtuk a programokat, és mármint az utasításokat, és filmjuk szalagra lyukasztottuk magát a programot. Azért hadd említsem itt meg Kovács Győzőnek a nevét, aki tanított ott az egyetemen, és előző évben kezdte a programozásnak a tanítását. Hát aztán persze később tanultunk rendszerszervezést, komolyabban is foglalkoztunk már számítástechnikai ismeretekkel. A diplomamunkámat például nagyvállalati termelésirányítási rendszer alkalmazás fejlesztését
Ről írtam. Kornai János volt a mentorom. Az első munkahelyed a Rába Magyar Vagon és Gépgyár, ahol rendszerszervezői és programozói munkakörben helyezkedtél el. Fiatal lányként, miért választottad ezt? Milyennek láttad a gyárat? Mi vonzott oda? Ugye én győri vagyok eredetileg. A vagongyár abban az időben egy nagyon komoly fejlesztéseket végző, komoly gyártási technológiát alkalmazó, abban az időben korszerű gyár volt 20 000 dolgozóval. És a dolog úgy indult, hogy a fejlesztési főosztálynak a vezetője, amikor mi végzés előtt álltunk, eljött az egyetemre a TER matematika szakosokhoz, és egy ismertetőt adott elő a vállalatról, és leginkább arról, hogy ősszel egy IBM rendszert installálnak, egy IBM System 360/40-es, akkor nagyon korszerű számítógéprendszert, és hogy ehhez keresnek szakembereket, és nagyon szívesen vennék, hogyha erről a szakról, a termatematika szakról néhány kollégát alkalmazni tudnának. Így indult gyakorlatilag, és hát természetesen én azonnal beszéltem vele, és tetszett az ötlet, tetszett a javaslat, és hát aztán oda kerültem. Emlékszel ott olyan kollégákra, akik meghatározóak voltak ott a kezdeti beilleszkedésben, munkába, akikről sokat tanulhattál? Igen, persze emlékszem. Csupa fiatal kolléga került oda, villamosmérnökök, és a közgazdasági egyetemről is, a termatszakról kollégák. Ők is kezdők voltak, ők sem tanultak igazán az egyetemen sok mindent még az informatikáról, viszont a gyár kiküldött bennünket Bécsbe, az IBM részéhez, és ott programozást, már magas szintű programozást tanultunk, és rendszerfejlesztési ismereteket. Ezt közösen csináltuk. 1971-ben ez ilyen természetes dolog volt, hogy kimentek Bécsbe tanulni? Nem. Vagy hogy értétek meg? Nem, egyáltalán nem volt természetes, sőt, nagyon nehezen lehetett, hát, hogy mondjam, a nem olyan nagyon fiatalok azért emlékeznek arra, hogy akkor nagyon nehéz volt a nyugati országokba menni. Horváth Ede, a vezérigazgató kiharcolt minden olyan lehetőséget, ami a nyugati kapcsolatokkal a vállalat fejlődését, fejlesztését elősegítette. A győri vagon és gépgyár a Rába problémáiról kérdeztük akkor a munkásból lett mérnök vezérigazgatót, Horváth Edét. Ugye mi a KGST integráció mellett, hát természetes, hogy folytatunk egyéb kereskedelmi kapcsolatokat is, de ezek kismértékűek. De ugyanakkor nekünk nagyon komoly importjaink vannak a nyugati országokból, hát az elmúlt évek nagyon sok gépet szereztünk be. Most az a rendszer, amit említettél, ilyen termelési irányító rendszer, az tulajdonképpen mit tudott, milyen szolgáltatásokat biztosított a vállalatnak? Egy 64 kilobájtos memóriával rendelkező gépről beszélünk, ami viszont egy komplett termelési irányítást csinált. Szükséglettervezés, raktárgazdálkodás, shop floor control, tehát munkafolyamat vezérlés, mindent megcsinált. De természetesen nem olyan módon, ahogyan ma ezt elképzeljük, hogy mindenütt ott vannak a terminálok, minden automatikusan működik és megy, hanem hatalmas, nem tudom, méter magas leporellókat nyomtattunk, amivel szaladtunk azokra munkahelyekre, ahol arra szükség volt, és hát a munkatársak a nyomtatott anyagok alapján tudtak dolgozni. Még azt kérdezzem meg, hogy a nem számítástechnika területén dolgozók, tehát akik neked kiszolgáltattok, azok hogy viszonyultak hozzá? Milyen hamar fogadták el? Nem tudom, hogy elfogadták el. Sokat küzdöttünk velük, ilyen kis tanfolyamokat, ismertetőket tartottunk nekik, hogy
próbáljuk megbarátkoztatni velük ezt az új módszert. Fehér köpenyes kollégák dolgoztak, bezárt ajtók mögött, senkinek nem volt szabad bemenni, belátni persze lehetett, mert abszolút üvegfal, üvegajtó, de olyan misztikus volt számukra. És az egész számítóközpont és azok a kollégák is, akik ott dolgoztak, olyan nagyon furcsa alakok voltak számukra. Érdekes volt. 1975-ben védted meg a közgázon a doktori értekezésed. Egyáltalán miért gondoltad azt, hogy neked doktorit kell írni, és miről szólt ez? Ez jó kérdés, hogy miért gondoltam, hogy nekem egy doktori címre szükségem van, vagy szükségem lehet. Benne volt az ebben a szándékban, hogy azért én szeretnék felsőoktatásban dolgozni. A vagongyárban jól éreztem magam, rengeteget tanultam, igazán az, amit programozásról, rendszerfejlesztésről, különböző alkalmazások, üzleti alkalmazások kidolgozásáról tanultam, az alatt, az 5 év alatt történt, amíg a vagongyárban dolgoztam. Akkor már azért hallottunk arról, hogy Győrbe települ a közlekedési és műszaki távközlési főiskola, és hát, mint győri, ugye gyakorlatilag ez a lehetőség volt, hogy a felsőoktatásba, mint oktató tovább lépjek, vagy előre lépjek, nem tudom, hogy nevezzem, és ahhoz persze egy tudományos minősítés az mindenképpen hasznos. Most mondhatnám úgy, hogy te tervezted volna az életed, ugye, mert 1976-ban itt úgy győrött a közlekedési és távközlési főiskola, ahol el is nyertél egy kutatói állást. Hogy indult ez neked ott? Hol helyezkedtél először? Mit tanítottál először ott? 1976-ban beszereztek egy IBM 360/40 kompatibilis R20-as számítógépet, egy ESL rendszert. És ahhoz, hogy azt működtessék, elindítsák, alkalmazásokat tegyünk rá, ugye, kollégákra, szakemberekre volt szükségük. És a legnyilvánvalóbb volt, hogy a győri számítóközpontokból próbálnak meg kollégákat átcsábítani. Együtt kezdtünk el dolgozni, először kutatói státuszban, de először a számítóközpontban. Tudnélik, akkor még az első induló szakok nem tanultak számítástechnikát. Gyakorlatilag mi voltunk azok, akik kidolgoztuk az anyagokat, megterveztük a tematikákat, tehát mi indítottuk el, akkor még nagyon gyerekcipőben járó számítástechnikai képzést. Amikor ez ott elindult, ez a számítástechnikai képzés, akkor gondolom, hogy az csak kiegészítő tárgyként bizonyos szakokon megjelent, vagy pedig már, nem tudom, hogy fogalmazom, főirányként is megjelent. Főirányként sokáig nem jelent meg. Egyes szakoknál az első volt a postaüzemi szak és a vasútüzemi szak, ahol a számítástechnika tárgy kötelezőként bekerült a tantervbe. Először jogkártyákat kellett a hallgatóknak készíteni, a programokat ugye kódlapokra írták. Hát ez egy nagyon, hát visszatekintve vicces időszak volt, mert a hallgatók jöttek, mentek, ugye kijavították, megkapták a listát 2 nap múlva, hibás, kijavították, akkor megint kódlapot adtak le, azt a lyukasztók lejukasztották, megint ment a gépbe, fordítás, hiba keresés. Hát volt úgy, hogy 10-szer is néha visszament egy hallgató egy inci-finci-picike kis programmal. Aztán, amikor a személyi számítógépek megjelentek, akkor átállt a képzés a laborba, jöttek a hallgatók, és ott már azért könnyebben tudtak dolgozni. És más nyelven, ugye PL1 nyelvet tanultak először, a személyi számítógépeken pedig már Basic-et. Mikortól jelent meg a számítástechnika oktatás már nem csak kiegészítő, hanem a meghatározó irányként is a győri főiskolán?
elég korán, 1992-ben indult az első informatika szak. Talán 2000 előtt nem sokkal, akkor jött létre az önálló informatika tanszék, és informatikai és villamosmérnöki fakultás is létrejött, amikor erre az új kétszintű képzésre való áttérés történt, akkor ugye megalapítottuk a gazdaságinformatika szakot, és gyakorlatilag az egyetem az elsők között vezette be ezt a szakot, és most van műszaki informatika szak és gazdaságinformatika szak. Programozás nincs, tehát programozói képzés, programozást tanítunk természetesen ezeken a szakokon, de programozói szak nincsen. Több helyen olvastam, hogy tudományos munkásságot fókuszált, az információtechnológiai lehetőségek hatékony alkalmazásának módszertani aspektusai képezik. Mit jelent ez köznyelven? Gyakorlatilag fejlesztési munkákat csináltam, már a vagongyárban ezt kezdtem, amikor pedig a főiskolára kerültem, azért annak idején ugye ezek a KK munkák, fejlesztési munkák, ezek divatosak voltak, és az intézmények felvállaltak ilyen munkákat, ezek mind fejlesztési munkák, szoftver alkalmazás fejlesztési munkák voltak. A legtöbb probléma abból adódik, hogy az informatikus az egy ilyen misztikus személy, azért még ma is sokak számára, és a felhasználó egészen különböző nyelvet beszél. Sokszor azon akadt el egy projektnek a sikere, jól lehet, többször odaadtuk a dokumentációt a felhasználónak, hogy legyen szíves átnézni, legyen szíves véleményezni, mindig rámondták, hogy jó. A végén persze nem volt jó. És azon akadt el az egész, hogy a felhasználó nem tudta, hogy mit kell megmondani az informatikusnak, ezzel szemben az informatikus nem tudott kérdezni, nem tudta, mit kérdezzen a felhasználótól, mert ha tudta volna, akkor esetleg a felhasználó elmondta volna, és akkor egy olyan rendszer fejlődött volna, alakult volna, készült volna, ami használható és hatékony. Úgy tudom, informatika történeti kutatásokkal is foglalkozol. Mi érdekel különösebben ebben? Igazán én ebben az egészben azért kezdtem bele, mert azt vettem észre a fiataloknál, pláne kicsit később, amikor már megjelentek a személyi számítógépek, hogy azt hiszik, hogy az az informatika, abból áll az egész, hogy ott van egy pici kütyű, legyen még akkor Commodore, vagy aztán megjelentek a PC-k, és hát az az informatika. És nem érdekelte őket, hogy mindez honnan fejlődött ki, és ez engem zavart. Tudnélik, én bennem annyira élt az a sok küzdelem, amit az első időszakban ezekkel a hatalmas gépekkel, hatalmas rendszerekkel küzdöttünk, hogy hát mondom, nem igaz, hogy egy informatika szakos erről ne szerezzen tudomást, és ne szerezzen ismereteket. És akkor sikerült kiharcolnom, hogy legyen egy informatika történeti tantárgy, ami először az egyetemünkön választható tárgyként ment, pár év után viszont kötelező tantárgy lett. Aminek nagyon örültem persze, és hát kidolgoztam tematikákat, meg anyagokat, meg szlájdokat készítettem képekkel, egyebekkel, úgyhogy elég sokat foglalkoztam ezzel, tényleg valahol szívügyemnek tekintettem. És én szeretnék szentelni ennek a történetnek valami komolyabb dolgot, és a fél évszázados évfordulóra, az első számítógép fél évszázados évfordulójára gondoltam, hogy megjelentetek egy ilyen informatika történeti szakkönyvet. Szelezsán János lektorálta, kollégák is azért elég komolyan besegítettek, ugye anyagokkal, témákkal, úgyhogy ez egy elég komoly munka volt.
És hát összeállt ez a könyv. Három szakkönyved is megjelent, ami a módszertani kutatási eredményeitről szól, a módszertan alkalmazásáról 96-ban, 99-ben és 2003-ban. Ezeknek a könyveknek mi a fő üzenete? Gyakorlatilag négy különböző kötetem jelent meg az objektum technológiával kapcsolatban. Az egyik magáról, az elvről, magáról a szemléletről szól, mi az objektum, hogyan kell értelmezni, hogyan kell kezelni egy üzleti fejlesztésben, modellezésben. A másik a módszertant írja le, a harmadik az egységes fejlesztési módszertant és eszközt, nyelvet ismerteti, és van egy negyedik, ami viszont azért érdekes, mert egy komplett fejlesztést objektum szemléletben egyik kolléganőmmel végigvittünk. Tehát az gyakorlatilag egy esettanulmány. 2000-ben megvitted a PhD-t, a közgazdaságtudományból Pécsett. Könyv is készült, meg úgy tudom, hogy igen, le is vitted a... És ez a könyv különben publikációs nívódíjat is nyert. Hát gratulálok. Köszönöm szépen. Akkor most beszéljünk egy kicsit más területről. Te a Neumann János Számítógép Tudományi Társaságnak 71-től a tagja vagy. Igen. Miért volt ez neked fontos? És 77-ben alakult meg Győr-Sopron megyei szervezete. Ki alapította, hogy indult ez a szervezet? Miért volt nekem fontos a Neumann Társaság? Én valahogy nagyon elkötelezett voltam a számítástechnika iránt, a számítógépes fejlesztésekkel kapcsolatban. Akkor hallottam, hogy nem sokkal azelőtt megalakult a Neumann Társaság, és úgy gondoltam, hogy én ennek a társaságnak tagja szeretnék lenni, tartozni azokhoz, akik hasonlóan gondolkodnak. Aztán pár év után, igazán, mert azért 71 után eltelt egy pár év, a Neumann Társaságtól olyan hírek jöttek, hogy itt lehetne talán helyi közösségeket alakítani, a Neumann égisze alatt természetesen, és Bakó András volt az egyébként, aki indította, kezdeményezte. Ő akkor a matematikai számítástechnika tanszék vezetője volt Győrben a főiskolán. Ő kezdeményezte azt, hogy csináljunk egy ilyen győri szervezetet. 82-ben te lettél az elnöke. Miért pályáztad ezt meg, és milyen terveid voltak akkor? Igazán nem különösebben kellett pályázni, vagy szóval nem tudom, hogy mondjam, nem annyira pályázat volt a dolog. Bakó András volt egészen addig az elnöke, Szabó István volt a titkár. És Bakó András 82-ben elhagyta a főiskolát, Budapestre jött, és akkor felmerült a kérdés, hogy hát akkor valakinek azért mégiscsak jó lenne összefogni ezt a kis közösséget. A közösség azt mondta, hogy hát vállaljam fel én. És azt mondtam, hogy igen, szívesen megcsinálom, örömmel leszek ennek a közösségnek egy szakmai irányítója, és viszem tovább az egészet. Valahol azt írtad, hogy a rendszerváltás nagyon megváltoztatta a Neumann szervezet, ilyen szövetségeknek az életét is. Nálatok ez a megyei szervezetben mit jelentett? Ez sajnos egy pár éves visszaesést jelentett. Tudnélik, ugye a rendszerváltásnál mindenki kereste a helyét, és a kollégáknak sokkal fontosabb volt természetes dolog, sokkal fontosabb volt az, hogy a saját egzisztenciájukat valahogyan rendbe tegyék, jó útra tereljék, úgyhogy igazán nem tudtuk összehozni. 2000 és 2006 között a Neumann Számítógép Tudományi Társaság egyik alelnöke voltál, kétszer is. Mi volt akkor a feladatod, és milyen célkitűzéseid voltak? Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a tagság beválasztott alelnöknek, és tényleg két cikluson keresztül ezt a feladatot elláttam. Mármint azt a feladatot, amit alelnökként
kaptam, mondjuk így. A területi szervezeteket kellett összefognom, felügyelnem, és hát velük kapcsolatban kellett programokat szervezni, segíteni nekik, támogatni őket. Szóval én azt gondoltam, hogy mint a területi szervezetekért felelős alelnök, én azt komolyan veszem, és elhatároztam, hogy folyamatosan látogatást teszek az egyes területi szervezeteknél. Ezzel párhuzamosan, hogy alelnök voltál, 2001-ben a Neumannon belül megalapítottátok a Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórumot, amelynek elnöke voltál. Gyakorlatilag én kezdeményeztem, de hát természetesen az alakításban több kollégával együtt szerepeltünk, együtt voltunk. Szoros kapcsolatom volt a Közgazdasági Egyetem, a Corvinus Egyetemen Gábor Andrással, aki tanszékvezető volt ott, és Dobai Péterrel a Pécsi Egyetemről. Régi kollégák voltunk, és folyamatos kapcsolatban voltunk. És ők is gyakorlatilag ezt az elvet vallották, hogy igenis az üzleti feladatok fejlesztéséhez, ahhoz valami olyan speciális szakemberre van szükség, vagy az a jó szakember, aki ért az informatikához, és ért a gazdasági területhez is. Így aztán megalakult ez a Gazdasági Informatikai Kutatási és Oktatási Fórum. A Győr-Sopron megyei szervezet a Neumannak fotoklubot is működtett. Úgy tudom, hogy ez is nagyon fontos része az életednek. Erről is mesélnél egy kicsit? Igen, nagyon szeretek fotózni, filmeket is készítek, fotókat is készítek, ez a hobbim. Munkádat számos hivatalos díjjal is elismerték. Neumann díjat kaptál 1999-ben, publikációs nívós díjat 2000-ben és 2001-ben, mestertanár kitüntetést 2003-ban, az év informatika oktatóját 2005-ben, a magyar informatikáit kitüntetést 2006-ban, az IFIP 2010-ben ismert el, a pedagógus szolgálati emlékérmet 2013-ban és életműdíjat 2020-ban kaptál. Mit éreztél, amikor ezeket megkaptad? Hát, most lehet, hogy egy ilyen sablonválaszt adok, nagyon jó érzés volt, igen. Hát jól esett, na, mindig jól esett, amikor ilyen elismerést kaptam. Végül, záró kérdésnek hadd kérdezzem meg a véleményed arról, hogy most, amikor minden tele van a mesterséges intelligenciával, de hogy gondolod, hogy azon a szakterületen, amit te jól ismersz, ott ez hasznosulhat-e, mikortól fogják esetleg alkalmazni, milyen területeken jelenhet meg? Érdekes kérdés, amit felvetettél. Lehetne persze alkalmazni sok mindenre, nagyon sok feladatot ki tud váltani, de azért azt gondolom, hogy az embert egészen nem. És nem is lenne jó. Talán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.